Kérdést kíván feltenni. A Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Mikor készül el a Felső Szölnököt két völgyel összekötő út címmel? Manna Tibor képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A tavalyi év során írásbeli és szóbeli kérdés formájában is érdeklődtem a Felső Szölnököt két völgyel összekötő úttal kapcsolatos munkálatok megkezdéséről, ami a szlovén Rábavidéken élők számára rendkívüli fontossággal bír. Akkor azt a választ kaptam, hogy az idei évi költségvetésben nagy valószínűséggel különítenek el összeget erre a célra. Ezek után a 2012. évi költségvetéshez módosító indítványt is benyújtottam az útépítés mielőbbi megvalósulásának érdekében, ám sajnálatomra ez nem nyert támogatást. A magyar-osztrák-szlovén hármas határnál fekvő Felső Szölnök és Kétvölgy egymással határos települések, de közút nem köti össze a két falut. A szlovén Rábavidéken élők nem értik, hogy mi az oka a késlekedésnek e különösen fontos útnak a megépítésével kapcsolatban, amely gazdasági, turisztikai és kulturális szempontból is komoly előrelépést jelentene. Nézzük, mióta is húzódik ez az ügy. Janez Janša, szlovén kormányfő, és Gyurcsány Ferenc 2007. október 17-én tette le a Felső Szölnök két völgy közötti út alapkövét. Azóta érdemi előrelépésről sajnos nem beszélhetünk, bár a területszerzés a tavalyi évben megtörtént. A magam részéről bíztam benne, hogy ha módosító indítványom nem is kerül beemelésre a költségvetésbe, a tényleges kivitelezés mégis megkezdődhet az idei évben. A hozzám eljutott információk alapján azonban erre nem sok esély van. Tisztelt államtitkár úr! Kérem Önt, hogy adjon választ arra, hogy mire számíthatunk az útépítéssel kapcsolatban, amelyről több mint 4 évvel ezelőtt a 2007. októberében megtartott magyar-szlovén együttes kormányülésen megállapodás született. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Valóban sajnálatosan sokszor volt már szó erről az útszakaszról. Ön által is említetten sok éve tervezett Felsőszölnök Kétvölgy közötti út aktuális állásáról nem most van először alkalmunk szót váltani. Mint egy legutóbbi válaszomban is elmondtam, 2011-ben a területszerzésre biztosított forrás rendelkezésre állt, azonban maga a területnek az megszerzése, az ingatlanok megszerzése az elhúzódott, így korábbi várakozásunktól eltérően az a tavaly év végéig nem fejeződött be. Ezzel együtt nagyon bízom benne, hogy idén a területszerzés befejeződik, és ismételten biztosítani szeretném Önt arról, hogy az ehhez szükséges forrás rendelkezésre áll. Tehát a területszerzésnek nem akadálya a pénz. A útépítéshez szükséges forrás biztosításához a dolog jellegéből fakadóan az ingatlanok szükségesek, az ehhez szükséges intézkedéseket is megtettük, ugyanakkor éppen az előbb említett ingatlan megszerzések elhúzódása miatt a beruházáshoz szükséges 500 millió forint a 2012-es költségvetésbe nem áll rendelkezésre. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium korábbi szándékainak és nyilatkozatainak megfelelően továbbra is mindent elkövet ennek az útnak a mielőbbi megépítése érdekében. Ehhez azonban pénzre van szükség, mint ahogy korábban közvetlenül is, és itt a házszín előtt is beszéltünk róla, erre a célra uniós forrás biztosítása nem lehetséges. Mindezek alapján úgy gondolom, hogy jó lelkiismerettel a munka megkezdését 2013 elejére ígérhetem. Köszönöm, elnök úr, a türelmét. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Németh Zsolt.